Kedves nézőink, hallgatóink, Kovács Attila vagyok, a Csorba Győző Könyvtár zeneműtárának és helytörténeti osztályának dolgozója, aki kollégái segítségével az elkövetkezendő szűk fél órában Baranya megye népzenei kincseivel ismerteti meg önöket, dr. Várnai Ferenc névzenekutató munkásságára építve. A Csorba Győző Könyvtár idén 40 éves zenei gyűjteményének mindig is fontos részét képezték a pécsi és baranyai vonatkozású írott és hangzó zenei dokumentumok, a kezdetektől törekedett a helyismereti szempontból jelentős kották és hangfelvételek teljes körű gyűjtésére. Mára a mintegy 1500 darab elsősorban kéziratos kottát, lapkottát, hangkazettát, DVD-t és CD-t tartalmazó baranyai zenei archívumunkban őrizzük ezeket az értékes dokumentumokat. Így dr. Várnai Ferenc Szivárványos az ég alja című népzenei válogatását is. És élő kapcsolatot ápolva Pécs és Baranya zenei életének képviselőivel folyamatosan gyarapítjuk ezt a gyűjteményt. Dr. Várnai Ferenc, mint Pécs és Baranya megye zenei életének kiemelkedő személyisége, nagy örömünkre munkásságának minden kiadói forgalomba be nem került produktumát is megajándékozta a zeneműtárunkkal. Így teljes életmű megtalálható a gyűjteményben. Gyerek vagyok, Baranyában születtem kezdetű népdal feldolgozásán alapuló Várnai Ferenc művet, a Baranya megyei önkormányzat szignálját hallottuk, a Pécsi Szimfonikus Zenekar részfúvós együttese és a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium férfikarának előadásában. És az 1936. február 12-én a baranyai Horváth Hertelenden született, 2020-ban Kóta életműdíjjal kitüntetett dr. Várnai Ferenc zenepedagógus, író, zeneszerző, népzenekutató és népdalgyűjtő, karnagy már falujában magával hozta az ott együtt élő nemzetiségek, a magyar, horvát és a német népzenei és népdalkincsének pályáját ihlető hatását, melyben az első élményeket édesapja kocsmájában szerezte, ahol együtt énekelték népdalaikat a helyi nemzetiségek, míg a német fúvószenei tradíciók hatására maga is aktív fúvós muzsikusi tanulmányokat folytatott. Ezek az életútját meghatározó élmények vezették el a Pécsi Pedagógiai Főiskolára, ahol olyan kiváló tanárai voltak, mint a tanszékvezető Hegyi József, aki énekzene mellett népzenére is tanította, valamint a Bartók tanítvány Székely Júlia, aki zongorára. Tanári pályájának első állomásain, Erdős Mecskén, Hidason, Szederkényben mindenütt kórust is alapított, utóbbi két helyen fúvószenekari karnagy is volt. S a népzenekutatói munkásságát, mely 1955 és 2005 között kereken fél évszázadot ölelt át, szintén tanári pályájával párhuzamosan végezte. Ennek során 56 Baranya megyei települést keresett fel, Abaligettől Zengővárkonyig, többek között Berkesdet, Bójt, Csányoszrót, Hímesházát, Kémest, Láncsókot, Mágocsot, Véméndet, Mohácsot, Pécsváradot, Sejjét, Siklóst, Sombereket, Szebényt, Szentlőrincet, Vajszlót, Zalátát is, amint azt a Baranyai Könyvtárosok Hírzengő című lapjában közzétett írásomban is megírtam. Az egyik első gyűjtésről egy különleges felvételünk is van,
1956-ból, amikor a Hidasi iskolában tanított, és ottani tanulóitól is gyűjtött népdalokat Várnai Ferenc. Így a most következő, az Erdei Kispacsirta című bukovinai székely népdalt, melyet most az akkori egyik kis tanuló Bot Ilona énekével idézünk. Előtte azonban egy rövid részlet Várnai Ferenc egyik példaképétől, Bartók Bélától, akinek népdalgyűjtő metódusát igyekezett ő maga is alkalmazni saját munkáiban is. Várnai Ferenc a következő idevágó részletet írta be Hadikfalvi Székely Népdalok című könyvébe Bartóktól. Feltehetőleg a magyarság legrégibb dalai minden valószínűség szerint a finnugor ázsiai zenekultúra nyomait viselik, különösen a székely magyaroknál. És akkor most halljuk a bukovinai székely népdalt Bot Ilona énekével, melyet dr. Várnai Ferenc adott nekünk. Az erdei kispa csirta, mint a népszemési tírta, tírta lesz, sírok el, sírjon a galambom egy, de ám hajlik még az ágyet. Tírta lesz, sírok el, sírjon a galambom egy, hajlik erre, hajlik arra, hajlik egy idegen házra, amúgy alkudatnak, az irigyek alusznak, gyere babám kicsim haza. Amúgy alkudatnak, az irigyek alusznak, gyere babám kicsim haza. Várnai Ferenc pályáját követve feltétlen szólnunk kell arról, hogy hosszú hetény után Pécsváradon fejtett ki a település életében meghatározó tevékenységet, ahol megalapította a pécsváradi zengővegyeskart, leánykart és kamarakórust, s velük az idén 100 éve született kiváló pécsi prímás Dörömböző Géza zenekarának kíséretével nem csak a pécsváradi leányvásároknak, de a Pécsi Rádió archívumában megőrzött és gyakran adásba is került felvételek révén a régió zenei köztudatának is szerves részévé váltak. Ezzel szinte párhuzamosan egy másik baranyai település, Siklós zenei életében is meghatározó szerepet töltött be Várnai Ferenc, amikor 1964-ben elindították az általa 25 éven át művészetileg irányított Siklósi fúvószenekari fesztivált, mely a nemzetközi fúvószenei életbe is bekapcsolta Baranyát. Visszatérve a Pécsvárad utáni időszakra és német zenei inspirációra, Várnai Ferenc a baranyai kistelepülés szebény zenei életében talált rendkívül gazdag és sokszínű zenei anyagra, melyben a német karácsonyi népszokások, az úgynevezett Christkindl gyűjtése volt, igen értékes. Volt, hogy egy előadótól több száz dalt is gyűjtött. A német népzenei területen egyébként is igen szerteágazó és szinte a teljes spektrumot átölelő munkásságában gondolt a legkisebbekre és a legnagyobbakra is. Módszeres gyűjtései között ott találjuk az általános iskolák alsó tagozatosai és a német is tanítók számára összegyűjtött Zingende Quelle című 1991-ben kiadott gyűjteményét, de komoly összegző kötetet is írt a baranyai német származásúak dalos, énekes, táncos és hangszeres hagyományaiból címmel és tematikával. Mi most a Baranya megyei Székely-Szabari férfikar énekhármasa és Kuruc Anikó harmonikás előadásában halljuk az Utca legvégén című német népdalt. Ganz am Ende
Dr. Várnai Ferencnek Pécsvárad után Pécsre kerülve, mint művészeti főelőadónak és zenei szakfelügyelőnek sem szakadt meg a kapcsolata a megyeszékhely mellett Baranya sok más településének zenei és azon belül is népzenei és kórus életével sem. Komlón 1970-ben Kodály Zoltánné Pécceli Sarolta és Fassang Árpád támogatásával, s a kiváló komlói karnagy Tóth Ferenc vezényletével Várnai Ferenc részt vett a komlói Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál elindításában, melyhez a mester és az őt követő zeneszerzői generációk népdalgyűjtései is kiemelkedő szerepet kaptak. Mohácson a Kodály Zoltánnal is kapcsolatban álló kiváló népdalgyűjtő, emlékére életre hívója volt a Schneider Lajos népdaléneklési versenynek 1972-től, melyen olyan kiválóságok tűntek fel, mint a később világhírre jutott és Pavarotti énekversenyt is nyerő mohácsi születésű operaházi szoprán Sümegi Eszter, vagy a Germán István és Vas Ágnes pécsi hegedűs művészházaspár, szintén kiváló hegedűssé lett lánya, Germán Júlia, aki varázslatos hangjával szintén győztese volt 10 éves korában az egyik mohácsi népdaléneklési versenynek. Dr. Várnai Ferenc népzenekutatói és népdalgyűjtői munkásságában nagyon jelentős a Dél-Baranya 45 települését összefogó úgynevezett ormánság, vagy régi nevén ormányság, melyről épp ez utóbbi címen írt korszakos jelentőségű könyvet az idén 130 éve született Kákicsi Kis Géza 1937-ben, mellyel az úgynevezett helytörténeti néprajz egyik példaképévé lett, ahogy Andrásfalvi Bertalan, az Antal kormány későbbi kultuszminisztere fogalmazott a vele általam készített 1988-as rádió interjúban, melyben az is elhangzott, hogy Móricz Zsigmond is elismerőleg szólt Kis Géza rendkívül alapos és a helyi történet értékek ismeretén alapuló munkájáról, melyben a népzene és a népdal kincs sem maradt ki. Nos, Várnai Ferenc erre a hagyományra és a másik nagy baranyai néprajzkutató és tudós Berze Nagy János munkásságára építhetett, amikor módszeresen járva az ormánságot, a rendkívül színes népdalkincs mellett, főleg a hangszeres népzene terén, a cigányság zenéjével is bővítette a korábban főleg német, magyar és horvát muzsikára épülő anyagot. Néhány a 60-as évektől gyűjtött népzenei felvételét Várnai Ferencnek olyan sikeresnek ítélte az őt követő generáció, hogy még a nagy válogatás lemezek is tartalmaztak tőle gyűjtéseket, például 1971-ből az úgynevezett Kémesi bandával. De nagyon jelentősek Várnai Ferenc népdalgyűjtései is, melyek közül elsőként a Dráva szélén lakom című 100 ormánsági népdalt tartalmazó 1979-es Olsvai Imrével közösen szerkesztett könyvében jelent meg Várnai Ferenc néhány gyűjtése. Majd pedig az általa 1970 és 79 között gyűjtött 77 ormánsági népdalt jelentette meg Várnai Ferenc 2006-ban CD-n, Szól a húros madár címmel. Most erről halljuk az 1907-ben Vajszlón született Kassa Gyula előadásában
a 12-13-14 című ormánsági népdalt. 12-13-14, háj, te szegény, sejt a Pista, hova mész? Elmegyek a régi szeretőm után, megkérdezem, szeret-e még igazán. 12-13-14, háj, te szegény, sejt a Pista, hova mész? Elmegyek a régi szeretőm után, megkérdezem, szeret-e még igazán. Várnai Ferenc az évtizedek során nem csak népzenei és népdalkincseket gyűjtött, de eljutott odáig is, hogy a néptánccal kiegészítve olyan felvételeket is készített, melyek a maguk teljességében mutatták be az akkor még élő néprajzi hagyományt. Ebből egyet már eljuttatott zeneműtárunkhoz, az őt 80. születésnapja alkalmából köszöntő zenés baranyai utazás tematikájú általam, mint egykori tanítványa által vezetett műsorhoz, s a mostani online műsor számára is adott két további felvételt, melyből most megosztunk egyet. Szólnunk kell azokról a nagyszámú és nagyszabású összeállításokról, melyeket népdalokból szerkesztett egyé úgynevezett népdalcsokorrá Várnai Ferenc. 1976-ban például kinyílott a Tulipán címmel, mely 20 népdalcsokrot tartalmazott. De mondhatjuk, hogy a tavalyi 2020-as a Kóta, a Kórusok és Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos Szövetségének régi nevéről elnevezett életmű díjának átadása után a Magyar Rádió akkor 65 éves gyermekkórusának zeneakadémiai koncertjén a Palánták nevezetű Kicsinyek kórusa adta elő Várnai Ferenc Mostan kinyílt című három karácsonyi népdalt tartalmazó művét. Nem csak hatalmas sikerrel, de az éneklő gyermekek jól láthatóan örömtől sugárzó énekével. Mi most mégis egy olyan archív és dr. Várnai Ferenc által zeneműtárunkhoz eljuttatott CD-ről játszunk be részletet, melyről már hallhattak egyet. Ezúttal az Arra alá a Baranya szélen című kis népdalcsokor részletét halljuk Várnai Ferenc feldolgozásában. A 2007-ben megjelent
a Hetényi kertek alatt című CD-ről a Hetényi dalos kör előadásában. Arra, arra, a baranya szélen, kinyílott a tulipán, a barázda szélen. Egy-két szár, három szár, csak a voltál rózsám, megcsoltál. Ez a kislány úgy éli világát, ha az anyja nincs itthon, süti a fogácsát. Estétől reggelig várja a babáját hajnalig. Ezt a regényt most kezdtem szeretni, de már annak vége van, el kell felejteni. Nem másért, csak a maga csalmaságáért. Őszre jár az idő, elszállnak a madarra. Végül mennek a lányok, én rám nem várakom. Várjatok, leányok, kár értetünk, de nagy kár. Ösztetünk van az a lány, aki ér a szívem már. Homokos, kavicsos, a mi házunk eleje. Oda jár a babám minden szombaton este. Ne járjál én hozzám, kedves kis aranyoskám. Sok az én irigyöm, sokan haragusznak rám. Összeállításunk zárásaként egy olyan felvételt hallgathatunk meg, melyet dr. Várnai Ferenc épp e műsor kapcsán adományozott a Csorba Győző Könyvtár zeneműtárának. A 2001-ben Kunváriné Okos Ilona által elindított Pécsi Pünkösdi Ifjúsági Zenei Fesztivál számára komponált, szignált a Pécsi Művészeti Szakközépiskola akkori kiváló diákjai előadásában halljuk. Kedves nézőink, hallgatóink, önök az elmúlt szűk fél órában a Csorba Győző Könyvtár zeneműtárának műsorát láthatták Baranya megye népzenei kincseiről dr. Várnai Ferenc népzenekutató munkásságára épít.